úgy van, sikerült megint megcsinálni. Második az nehezebb volt, mint az első szerintem, de egyébként a tabella meg nem ezt mutatja, mert nagyobb az előny. Tehát meg vagyunk elégedve a jelenlegi helyzetünkkel, meglátjuk, mit hoz a jövő. A 20 nem sikerült? Nem baj. Múltkor is 16 lett, most azt hiszem 18, ha jól néztem. Bőven elég, tehát nem számítottunk rá, az volt a cél, hogy nyerjünk. Az sikerült, akkor ezek szerint jól számoltam, hogy most mondtad, hogy az 5 pontnak meg kell lenni, hát most a 6 megvan. Így van, most már végképp előtt a bajnoki cím sorsa, ugye nekünk elég lett volna önnedlen is, nem erre játszottunk, egyszer se játszunk erre, azt gondolom, hogy a tabella mutatja a jelenlegi különbséget, próbálunk még ebből is fejlődni majd a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy szép játékot láthatott a közönségetek. Mindenkit pályára tenni. Úgy tűnt, hogy a mai mérkőzésen is, mint múlt héten a Veszprém ellen, ahol szintén egy jó iramot tudtunk menni a veszprémi fiatalok ellen, ott is tudott mindenki hozzátenni a játékhoz. Most is ez volt. Igaz, az első fél időben volt nekünk is hullámvölgyünk, 20. perc környékén ugye vezettünk 8-9 góllal, aztán feljöttek, ha jól emlékszem, 4 góra is talán, de én azért bíztam benne, hogy hosszú távon, hogy látszott azért a cserepodunk is hosszabb, meg minőségibb, azért kijött a különbség elég rendesen a végére. A versenybíró reklamált egy korai visszaállást, majd visszanézzük a felvételen, remélem látszik, viszont ő milyen alapon állítja ki a te játékosodat? Hát ugye ő felügyeli a cserehelynek a rendjét idézőjelbe, hát most erről nem akarok véleményt mondani. Na jó, de ő átvette a játékvezető szerepét, én azt láttam. Hát megteheti, tehát hogyha olyan szabálytalanságot észlel a cserehelyen, ami befolyásolhatja a játékot, tehát ő szerinte ugye előbb egészültünk ki, akkor ugye meg kell állítani a játékot, és akkor szankcionálni kell egy 2 perces kiállításra. Ez olyan, mint hogyha többen lennénk pályán, vagy előbb kiegészülünk, ez a kategória igazából. Tehát hál' Istennek nem olyan mérkőzés volt, amit ez megzavart volna bennünket. Hagyunk ünnepelni, menjél a csapatot. Köszönöm szépen, minden jó. Tulajdonképpen számítottunk az eredményre, mivel önállók ugye az őszi szezonban hasonló gólaránnyal győztük le őket a birodalomba, és ennek a hálás közönségnek köszönhetően, hogy elkísérjük őket, ugyanúgy kilátogattak ismét a pályára, hogy ismét megmutassuk a szánkotthárdiaknak, vagyis az ellenfélnek, hogy valójában csapatunk képes arra, hogy ide-hoda is egy jó teljesítményt nyújtsunk. És ez azt hiszem, hogy bejött. Az, hogy egy kicsikét nehezen indult be, de általában a gyerek is nagyon nehezen tanul meg járni, de tulajdonképpen a végére, összegségében úgy érzem, hogy a látottak alapján egy nagyon-nagyon megérdemelt győzelmet arattunk ellenfelünk, akinek kívánok én továbbra is a szurkolók nevében sok sikert, nagyon jó erőt, egészséget, hisz köztudat, hogy a harmadik legkeményebb ellenfelünk volt a észak-nyugati csoportban, ugye Várpalota és ugye ők jöttek utána, de összegségében mindenki azt mondta itt a Lázsit alapján, hogy csapatunk, az Ajkai csapat megérdemelte ezt a bajnokságot, ismételten köszönhetően vezetőjének, Bór Tamásnak, aki most már a második alkalommal vezette a csapatát a trónra. Ezért meg is illeti őt, ez a legnagyobb elismerés, aztán a játékosoké, és akkor jövünk mi szurkolók, bár úgy érezzük, hogy kitettük magunkért, és most már egyre jobban gyarapodunk szurkolói táborba, hiszen mindhogyha láttad vagy hallottad, fiataljaink is itt jobb oldalt, akik voltak, ugye harsányan hangoztat, vagy hajrá Ajka, hiszen mindegyik az új 8-9-10. Osztályba játszanak, ahova szintén elkísérjük őket, mint idős, úgy szülők, vagy pedig nagyszülők. Mindenhol örömmel konstatálják azt, hogy valójában Ajka városa ráépült egy kézilabda csodálatos, régi stílusban idéző játékára. És szeretnénk ezt, hogy továbbra is bővülne. Szeretnénk azt, hogy megvalósul az álmunk, hogy már meg is valósul, az NB1B-be kaptunk helyet. És ezért ugye szeretnénk ott olyan helyet elfoglalni, hogy méltán képviseljük Ajka kézilabda történetét.
mennyiben? Az, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani, hogyan tudja a csapat hajtani, rajtunk szurkolókon nem múlik. Igyekszünk mindent annak függvényben megtenni, hogy hallassuk van a hangjunk idehaza, vidékre elkísérjük őket, hogy hajrá, Ajka! Köszönjük, Gudi bácsi, és jó egészséget! Nagyon szépen köszönöm! Jó lett, jó volt, jó?